Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit! Ismét itt vagyunk Sportszelekció műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk Önöknek mai műsorunkban. A Honvéddal kezdenek pénteken a Sitkó Ernő emléktornán a kék cápák. 9 érmet szereztek a magyar jazzki versenyzők a leveleki EB-n és VB-n. Extrém sportversenynek ad otthont a hétvégén a Sóstói strandfürdő. Nyíregyházi csapat is indul a hajdúszoboszlói minifutball Európa kupán. Pénteken és szombaton a Sitkó Ernő emléktornán láthatják először a szurkolók a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks új csapatát. A kék cápáknál teljes a játékos keret, és már túl vannak egy légiós cserén is. Ahogyan azt szerettétek volna, a Sitkó Ernő emléktorna előtt már kialakult a 13 játékos számláló keret. Egy kis csavarra szemben az előző évben, most már a vajdaság előtt kellett egy légiós cserélni. Mennyi zavart okozott ez? Nyilvánvalóan senkinek nem jó, főleg ilyenkor, de én annak híve vagyok, hogy még most derüljön ki, hogyha valami nem klappol, mint évközben, az sem a játékosnak, sem nekünk nem jó. Úgyhogy gyakorlatilag 2-3 napon belül kiderült, hogy sajnos Ty Gross az orvosi vizsgálaton nem tudott átmenni, úgyhogy helyette érkezik egy új játékos, Jordan Williams személyében, aki angol nemzetiségű, korábban egyszer már válogatottban is pályára lépett, a London csapatától érkezik. Én alapvetően úgy érzem, hogy egy talán jobb játékos sikerült így igazolni, de hát erre nem voltunk felkészülve, valamilyen szinte megzavarja ez a felkészülési menetrendet, hiszen nem tudunk teljes csapattal készülni. A riválisok, az A-csoportos csapatok már játsszák az edzőmeccseket, gondolom figyelitek azokat is. Azt mondják, hogy nem a pénz játszik, de azért nagyjából lehet tudni, melyik csapatnak mennyi a költségvetése. A nyíregyházi együttes hol foglal helyet a mezőnyben? Nekünk nem lett változás ilyen téren, kicsit átcsoportosítottak, átstruktúráltuk ezeket a dolgokat, azért tudunk most 5 légióssal kezdeni, de alapvetően ugyanazzal a büdzsével indulunk neki ennek a bajnokságnak is, addig nyújtózkodj, míg a takaródér elven. Én azt gondolom, hogy reálisan nézve az alsó 3, alsó 4 csapatban vagyunk, most ott, hogy konkrétan ki a leggazdagabb vagy szegényebb, ezt nem is lehet és nem is érdemes meghatározni, de mindenféleképpen az alsó részben helyezkedünk el. Tavaly biztosan maradt bent a csapat, elkerülve a play-outot, 11. helyen végez, idén mi a cél hivatalosan? Hivatalosan az, hogy stabilizáljuk a szereplésünket. Én nem szeretném, hogyha aggódni kéne, bár a tavalyi szezonban se kellett már az utolsó mérkőzéseken, de azért ugye egy alsóházi rájátszás volt, most a lebonyolítás is változik. Ennek tükrében még hatványozottabban fontosak lesznek a mérkőzések, kiemelten a hazai mérkőzések. Alapvetően szeretnénk időben a biztos bennmaradást elérni, és titkon azt várom, hogy legalább meg tudjuk azt, illetve egy picit meg tudjuk javítani azt a tavalyi eredményt a 11. helyre, és próbálunk előre lépni. A házigazdákon kívül 3 neves csapat, a Debrecen, a Szolnok és a Honvéd lép pályára, a Sitkó Ernő emléktornán. Könnyen azonnal igent mondtak az invitálásra ezek a csapatok? Igen, én szerettem volna azokat meghívni továbbra is, akik, ahol Ernő játszott, és így tisztelgünk az emléke előtt, úgyhogy mind 3 csapat gyakorlatilag 1-2 órás egyeztetés után igent mondott. Szinte már májusban, júniusban megvolt ez a mezőny. Most a finom hangolások, az utolsó beszélgetések vannak a csapatvezetőkkel, de mindenki örömmel jön, és tisztelgünk Ernő emléke előtt. Még ugyan lesz egy érkező játékos, de gyakorlatilag teljes kerettel tudtál már dolgozni, és 2 meccsen is pályára lépett a csapat. Milyenek az eddigi tapasztalatok? Abszolút pozitívak, egyik meccsről a másikra is nagyon sokat fejlődtünk. Valóban, ami kicsit hiányosunk volt az első meccsen, hogy nem volt igazán jó szerkezetünk a változás miatt. Második mérkőzésen már Marek Dolezsaj személyében azért volt plusz egy magas emberünk, máshogy néztünk már ki. Úgy gondolom, hogy az újabb érkező magas emberrel meg már abszolút nagyon jól fogunk kinézni. Remélem, ha ugyanilyen jól fogunk tudni majd ebben a szerkezetben is dolgozni, mint eddig, akkor nagyon pozitív leszek. Az elmúlt években itt tavaly is nagyon jó volt a hangulat, a öltözőben is, nem csak a pályán, tehát jó közösséget alkotott a csapat. Most egy nagyon fiatal együttesről van szó, most milyenek a srácok? Eddig abszolút nagyon jó benyomások vannak, tényleg nagyon jól kommunikálnak egymással, külföldiek, magyarok. Most mondanám, hogy a fiatalok öregek, de igazából öreg annyira nincs, talán Szobi Dániel van egyedül 30 év felett. Nagyon pozitív, nyilván ott kell lenni, vissza kell néha bizonyos szituációban őket fogni, mert túl nagy energiát tennének bele, vagy túl sok felesleges energiát tennének bele bizonyos dolgokba. Ezt nekünk kontrollálni kell, edzőknek, meg a vezetőknek, de én abszolút meg vagyok elégedve eddig a srácokkal. Elkészült a sorsolás, 2 idegenbeli meccsel kezd majd a csapat, és szemben az előző évvel nem lesz középszakasz a bajnokságban. Jelentős változás?
Úgy gondolom, hogy igen, hiszen nem lesz javításra lehetőség, hiszen tavaly is a középszakasz 9.-10. helyezett csapata végül playoffba jutott, most erre nem lesz lehetőség, tehát aki playoffba akar jutni, az rögtön az alapszakasz végén 8-ba kell, hogy legyen. Talán így kevesebb lehetőség van hibázásra, viszont nagyobb lesz a tét minden csapatnak. Hétvégi Sitkoernő emléktorna lesz az első alkalommal, a közönség is láthatja a csapatot. Ugye 4 A-csoportos együttes lép pályára. A Honvéd elleni meccs biztos, a másik mérkőzés a másik meccs függvénye. Mi az elvárás ezen a két meccsen a nyíregyházi csapattal szemben? Igazából, ha az előző Spiszka elleni meccshez képest tudnánk javulni, már elégedett lennék. Messze menő következtetés azért nem akarok majd levonni belőle, hiszen nem tudni, hogy a mi keretünk is még hogy alakul, illetve az ellenfeleknek is, hogy végleges a kerete, nem végleges a kerete, tehát ilyen szempontból nem biztos, hogy mérvadó lesz az eredmény, de maga, hogy két jó meccset fogunk játszani, az szinte 100%. Az 5. nyíregyházi szezonodra készülsz, gyakorlatilag ahhoz képest, amikor érkeztél, szinte teljesen kicserélődött a csapat, mi ez a mostani társaság? Úgy gondolom, hogy nagyon rendben van. Megpróbálunk mindent megtenni ebben az évben is, hogy jó eredményt tudjuk elérni. Igazából a cél az ugye a bentmaradás, vagy azt érjük el, vagy ennél egy jobb eredményt. Amikor ide érkeztél, te volt a fiatalok egyike, most gyakorlatilag talán második legidősebb játékos vagy a csapatban, gondolom más szerep hárul majd rád, mint korábban, hogy készülsz rá. Igen, mondhatjuk, hogy most én vagyok az egyik legidősebb, igazából ez csak felelősségben más, úgy gondolom, hogy ugyanazt kell tennem, mint eddig az előző években, úgyhogy különösebben nem készülök rá, próbálom a legjobb teljesítményemet nyújtani. Bár korábban játszottál A-csoportban, azért a tavalyi év volt az a teljes év, amikor rendes szerepet kaptál. Ez a mostani előttünk álló idény milyen szempontból könnyebb lesz? Tehát lehet azt mondani, egy picit nyugodtabban, magabiztosabban játszol majd? Remélem, igen. Úgy gondolom, hogy az előző évben úgy a második felére igazából úgy összetudtam szedni egy kis önbizalmat, és abból próbáltam felépíteni magamat erre az évre, és úgyhogy remélem, hogy sikerrel fogom venni ezt az akadályt. A Sitkoernő emléktornán pénteken 16 órakor a Szolnok találkozik a Debrecennel, a Nyíregyháza budapesti honvéd mérkőzés 18:30-kor kezdődik. Másnap a két vesztes a harmadik hely megszerzéséért, a két győztes pedig a döntőben lép pályára Continental Arénában. 9 érmet szereztek a magyar versenyzők a leveleken megrendezett jetski felnőtt Európa-bajnokságon és junior világbajnokságon, ahol 20 ország 80 versenyzője szállt vízre. Az Európa-bajnokságon 5 érmet szereztünk, 3 aranyérmet és 2 ezüstérmet, tehát itt Cseke Zsolt a Runabout Veterán GP1-ben magabiztosan megnyerte a magyar nagydíjat, második lett Kéri Attila, tehát ebből a kategóriába 1-2-t tudtunk elhozni. Major Marcel megvédte az Európa-bajnoki címét a Runabout GP4 kategóriában, Kassa György nagyon magabiztos versenyzése, mind a 3 futamot megnyerve nyerte a Runabout GP1 kategóriát, és Jászai Csongor a felnőttek között a Ski GP3 kategóriába ezüstérmes lett. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép eredmény. Ezen kívül még 4 pontszerző helyezést is begyűjtöttek versenyzői. Junior világbajnokságnál viszont ott elsöprő magyar siker született. Ugye ott 2 kategóriába rendezték meg ezt az 1 futamos világbajnokságot, és itt a kisebb életkorú kategóriában, tehát a 10-12 évesek közötti ski GP 3.2 kategóriába Puskás Zekő világbajnok lett, és a magyar licenccel versenyző szlovák Marvin Bohuslav pedig ezüstérmes lett, tehát itt az 1-2-t elhoztuk, tehát ez egy abszolút hát egy komoly győzelem volt, és a 3.3 kategóriába, tehát a 13 és 15 évesek közötti versenyzők junior kategóriában, ott gyakorlatilag Komonyi Lajos ezüstérmes és Jászai Csongor bronzérmes lett. Kevés sportág mondhatja magáról, hogy az elmúlt 3-4 éve minden versenyt meg tudtak rendezni, ami versenynaptárban volt. A jetskien itt leveleken nyíregyházi központtal már 4. éve rendezik a felnőtt EB-t, junior VB-t. Mit jelent ez a sportág és a régió sportjának szempontjából? Itt a leveleki tónál vagyunk, ez egy fantasztikus helyszín. A Nemzetközi Szövetségtől is itt vannak a vezetők, és nagyon nagy örömmel mondják
mondják azt, hogy igen, bármelyik évben, hogyha megfelelünk a feltételeknek, akkor ide tudunk hozni ilyen nagy eseményeket. Nekünk azért nagyon-nagyon fontos, mert ki kell szolgáljuk a sportolókat, a szakembereket, ugye a turizmus hatásait is ki kell használni, hiszen akik ide érkeznek, azok későbbiekben is vissza fognak jönni erre a területre, és jó hírünket is viszik a nagyvilágba. Úgyhogy az, hogy egy nagyon fiatal sportágról van szó, a technikai sportágakat tekintve a legfiatalabb sportágról, hiszen 1982-ben rendezték az első világbajnokságot, és azóta ugye 91-től Magyarországon is vannak országos bajnokságok minden évben. Ez is azt mutatja, hogy nagyon fiatalok vannak a vízben, és megmérettetik magukat, és az is mutatja, hogy junior világbajnokaink vannak, Európa bajnoki futamokat nyernek a mieink, és ezáltal van is esélyünk, hogy Európa bajnokok legyenek. Úgyhogy nagyon fontos lesz a jövőben, hiszen nekünk is az a szerepünk, hogy minden sportágban lehetőséget kínáljunk a fiatalok számára, hogy kipróbálják magukat, és amiben tehetségesek, abba ténylegesen oda is tudjanak állni nemzetközi vonalon, és mi pedig büszkék lehessünk rájuk. A sportágak harcot vívnak a fiatalokért, és nem lehet nem észrevenni, hogy a technikai sportok, vagy pedig olyan sportok, amelyek kapcsolódnak a technikához, gondolok itt az e-sport, a felfutóban vannak, változik az olimpiák, télolimpiák programja is. Lehet azt mondani, hogy még óriási perspektíva van a jetskiben is? Óriási, hiszen a technikai sportágak nagyon nagy fejlődés alatt vannak, és minden gyermeket, fiatalt nagyon érdekli az, hogy hogyan lehetne kipróbálni autó, motorsport, és az egyik szakága a jetski is. És aki szereti a vizet, ott van nyáron, kicsikorától, van 10 éves is, aki a junior világbajnokságon ott van, és akár ott lehet az elsők között is. Úgyhogy 10-11 éves gyerekek méretetik meg magukat, és ez azt jelenti, hogy az utánpótlás nagyon erős Magyarországon, és ezáltal a felnőttek körében is, akár már a 15 éves nyíregyházi versenyző is a legjobbak között lehet. Egy-egy világverseny nem csak a versenyzők számára jelent vizsgát, hanem a szervezők számára is a Nemzetközi Szövetség előtt. Az elmúlt években rendre volt valami probléma, idén az alacsony vízszint, hogy oldottátok meg? Pont egy olyan problémát mondasz, amit nem tudok megoldani, mert ugye ez világ és Európa szinten sajnos így van, és mit hoz a sors, hogy 3 hónapig könyörögtünk azért, hogy egy csepp eső is essen, és nem a verseny miatt, hanem a gyönyörű leveleki tónak az életben maradásáért, és ehhez képest, amikor megkezdődött a verseny első napja, ugye a tegnapi napot, mert ma már egy napfényes napot látunk, akkor szakadó eső. Tehát ez a Murphy törvénye, erre nem tud az ember, ezt nem tudja lereagálni, erre nem lehet felkészülni. Az a szerencsés helyzet állt elő, hogy van egy mélyvizes részünk, és annyit kellett változtatnunk az elmúlt 3 év versenyénhez képest, hogy eltoltuk a pályát, és így ugyanúgy egy mély vízbe meg tudtuk rendezni, tehát hál' Istennek van egy 2-3 méteres vízünk, úgyhogy így minden rendben van, és a nap is kisütött. Egy ekkora verseny megszervezése mennyi időt, hány ember munkáját igényli? Mivel most ez az 5. nemzetközi versenyünk, és ebből a 4. a EB, illetve VB futam, így azt mondom, hogy most már egyre összeszokottabb a csapat, a stáb, és tudjuk, hogy mit hova, és egyáltalán hány emberre kell neki állni egy ilyennek a nem csak megszervezéséhez, hanem az egésznek a kivitelezéséhez. Hát 20-25 ember dolgozik, de most ugye biztonságőröket nem mondok. Tehát ez egy team munka, egy egész éves team munka. Már tegnap elkezdődött a tárgyalás az UIM-nek a vezetőivel a jövő évről, és ugye minden évben valami meglepetéssel rukkolunk elő. Ugye ez egy régi-régi vágyunk volt, 22 év után EB-t rendezni, és sikerült, és 4-1-re most már rendezzük Magyarországon. Ugye 20 év után hoztuk vissza Nyíregyháza közelébe, és jövőre egy másik nagy amerikai szervezetnek a szervezésébe egy világkupát szeretnénk megrendezni. Folytatjuk a tárgyalásokat, az azt jelenti, hogy akkor még egy nagyobb merítésünk van, mert akkor nem EB és ugye junior VB, hanem egy világbajnokságról beszélünk, és tényleg a világ minden részéről fognak érkezni. Extrém sportversenynek ad otthont a hétvégén a Sóstói strandfürdő. A szervezők minden korosztályban várják a vállalkozó szellemi indulókat.
Egy picit szerettük volna azt, hogy ne többen jöjjenek, ezért kitaláltuk azt, hogy két napos legyen a rendezvény. Az első nap lesz a terepakadályfutásé, a második nap pedig a trélfutásé, ahol már nincs akadály, csak az erdőben fognak futni. Milyen korosztályban indulhatnak a versenyzők? Tulajdonképpen azt mondjuk, hogy 4-től a korhatár 106-ig is. Különbontottuk természetesen a gyerekeknél a 4-6 és így felfelé 2 évente. 5 korosztályra, és utána pedig jönnek majd a felnőttek, ott 16-tól már jöhetnek a lebontásba, ott 10 évente vannak a bontások. Mekkora pályát és milyen akadályokkal nehezített pályát kell teljesíteni a legjobbaknak? Van egy országos bajnoki futamunk, ott igazolt versenyzők indulhatnak, akik OCR kártyával rendelkeznek, egyesülethez tartoznak. Őnekik van egy elit és egy age group futamuk, ők nehezített akadálya, külön büntető rendszerrel, ott karszalagos van, tehát hogyha nem végzi, nem tudja megoldani a feladatot, akkor karszalagot levágjuk. Ha nem marad egy darab karszalagja, akkor nincs értékelve, eredménye természetesen lesz. Majd ezután jön a normál futam, ott korosztályos lebontásba indulhatnak a versenyzők, ott viszont büntetés lesz. Ha nem tudja megcsinálni a feladatot, akkor ott a helyszínen elvégzi a kis büntetőjét, a 4 ütemű feladatot, és mehet tovább, és akár hány büntetés csinál, a hő a legjobb, akkor értékelve lesz, akár dobogós is lehet. Csak érdekességként, melyek azok a feladatok, amelyek leginkább kifoghatnak a versenyzőkön? Most már elég az OCR világából, hogy beléptünk, ezek olyan akadályok, ahol csüngeni kell. Amit mindenki ismer, a gyűrű például, egy gyűrűsoron kell végigmenni, olyan, mint a kötélmászás, csak itt 1 méteres kötél, azt kell fogni, és azokon kell átfogni. Úgy hívjuk, hogy majomlétra, az csövek vannak egymás után feltéve, láb nem érhet le, és azon kell végigmenni, és különböző ilyen ügyességi egyensúly feladatok vannak, ezeket kell végrehajtani. Mennyi időt vesz igénybe a pályaépítése? A pályaépítés körülbelül 4 nap, 4 nap 8 embernek minimum, úgyhogy az elég húzós, úgyhogy már szerdán itt leszünk. Mikor kezdődnek a napi programok és meddig tartanak, majd szombaton és vasárnap? Reggel 8-tól már indulnak a dolgaink, késő estig. Ugye mindenki látta a Facebook oldalon és különböző felületeken, hogy a strand területén lesz a verseny. Akik beneveztek vagy hozzátartozók, azt a fürdőt igénybe vették, tehát amíg jól érezzük itt magunkat, itt lehetünk. Ugyanez vonatkozik a vasárnapra is. Hogyan illeszkedik a strand programjának sorozatába ez az extreme sport verseny? Ja, a strandolás az miről szól? Fittség, egészség, kikapcsolódás, revitalizáció, egyfajta életforma is ez sokaknak, akik rajonganak a fürdőzés iránt. Gyakorlatilag lényegében meg tud újulni az ember, hogyha eljön fürdőzni egy jó termálfürdőbe, vagy kikapcsolódik egyébként egy medencében, és így illeszkedik ugye ez az extrém futóverseny is a mi imidzsünkbe, a mi szellemiségünkbe és felfogásunkba. Többször említettük már, hogy számtalan sporteseménynek adtunk mi már helyet, volt a sakversenytől kezdve strandfoci fesztivál, ugye, ami minden évben van, strandkézilabda, strandröplabda. Hát miért ne lehetne egy futóversenyt beilleszteni, csak egy kis gondolkodás kellett hozzá, hogy hogyan lehet, hogy ez a parfürdő az részévé váljon egy futóversenynek, és otthon tudjon biztosítani már a 4. alkalommal. Azt gondolom, hogy ez a 4. alkalom azt jelzi, hogy sikerült jó otthon biztosítani ennek a rendezvénynek. A jövő hét második felében Hajdúszoboszlón minifutball Európa Kupa tornát rendeznek. A mezőnyben ott lesz a nyíregyházi Fáró Bútor csapata is. 2018-19-ben alakult a Fáró Bútor Eger csapat. Hát régi öreg futballisták alkotják a csapatot. Többek között egy Igor Bogdanovics, egy Kerekes Zsombor, vagy egy Nagy Zsolt, aki debreceni kötelékű. De jó barátságot ápolunk, és egy sör mellett megalakítottuk ezt a csapatot. Viszonylag rövid idő alatt nagyon szép sikereket értetek el. Mikre lehettek büszkék? 3 év alatt úgy gondolom, hogy tényleg szép sikereket értünk el. 3 éven keresztül az öreg fiúkkal bajnokságot nyertünk, minden a C csoportból indultunk legalulról, és felküzdöttük magunkat az A csoportig. És van egy fiatal csapatunk is, a Real Birs néven, az a kis Fáraó, mert én úgy nevezem, és az is 3 éven keresztül mindig bajnokságot nyert, most jelenállás szerint a C csoportba küzdünk. Hogyan jutottatok ki a nemzetközi porondra? Európai Minifutball Szövetség által szervezett szeptember 15 és 18 között lesz Hajdúszoboszlón egy Európa Kupa,
úgy jutottunk ki, hogy a Pinkóczi Tibor által szervezett ilyen magyarországi szövetség az több tornát rendez, és a hajdúszoboszlóit megnyertük. Plusz még azon kívül a Decathlon Konyhamővel Kft. Városi Kispályás Bajnokságnak a Superkupa döntőjét megnyertük, és így kvalifikációt szereztünk a Európa Kupára. Hány csapat indul majd ezen a tornán, és lehet-e már tudni valamit a lehetséges ellenfelekről? Az ellenfelekről még sajnos nem tudunk semmit. Jelenállás szerint úgy tudom, hogy 20-24 csapattal tervezik a szervezők, és szeretnénk minél jobban küzdeni. Ugye rutinos futballistákról van szó, azt mondják, hogy a nagypályás foci, meg a kispályás foci, mondhatni majdnem két különböző sportág. Mi az, amivel itt ti tudtok ebben a mezőnyben érvényesülni? Büszke lehetek a csapatomra, mert több tagja most azért fiatalokkal indulunk, és oda teszik magukat, és szívvel, lélekkel küzdenek. Tehát mindenki egymásért küzd. Lehet látni a fejlődést, én mondjuk körülbelül 40 éve követem a nyíregyházi kispályás futballbajnokságot, talán még akkor kezdtem el figyelni, meg játszani is benne, amikor 8 csapat volt, most már 100 fölött van a létszám, és ugye a régi NB1-es focistákon kívül kifejezetten kispályás pillerek is vannak. Igen, vannak. Nálunk például van egy cselgépnek nevezem a Poncók Tibort, és a hátvéd sorban igazából van egy Nagy Jánosunk, aki szerintem a 42-43 évével még a fiatalok között is felveszi a versenyt. Nemrég indult még el a nyíregyházi kispályás bajnokság, ebben a szezonban mi a cél a két csapattal? Az öreg fiúk bajnokságot újra szeretném megnyerni, a fiatalokkal meg szeretnék egy osztályt váltani. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!